A fehérvári versünnep egyik külön díját hagyományosan a szervező Fehérvár Média Centrum ajánlja fel és ítéli oda a szerkesztőség munkatársai által kiválasztott versenyzőnek. Az idei 13. fehérvári versünneptől kezdve a társaság a tavaly elhunyt író, kultúra szervező és mecénás emléke előtt tisztelegve a külön díjat Lukácsi József emlékdíjnak nevezi el. Lukácsi József nem csak fogorvosként, íróként, kultúraszervezőként és mecénásként tette le névjegyét Székesfehérváron, hanem újságírói végzettsége is volt. Hosszú éveken keresztül töltötte be a Fehérvár Média Centrum felügyelőbizottsági elnöki tisztségét. Mindig szívén viselte a szerkesztőség alkotóközösségének sorsát, jövőjét, és soha nem mulasztott el egyetlen jó szót sem letenni, mondani a helyi alkotóközösség és a helyi szellemi műhelyek jövőjének fontosságáról. Amikor az ő személyre visszagondolunk, akkor mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy egy olyan ember volt, akire büszkén tekintünk vissza, felnézünk rá, és örömmel tölti el szívünket, hogy az emlékét így is megőrizhetjük a jövő számára. Városunk kulturális életében Lukácsi József személye kristályosodási pont volt. A Vörösmarty Társaság alelnökeként fáradhatatlan szervezője és mecénása volt a kulturális rendezvényeknek. Legnagyobb büszkeségeként tartotta számon a határon túli magyar irodalom napjainak évente ismétlődő rendezvénysorozatát, melynek születésében és szervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az irodalom és a versek iránti odaadó szeretetet tette a fehérvári versünnep őszinte rajongójává. Az idei esztendő volt az első olyan év, amikor felállhattunk a versünnep színpadára az elődöntőnél, és egy ember mindenképpen hiányzott, egy biztos pont, aki a korábbi években mindig ott ült valahol a zsűri mögött, a hátsó sorban is figyelemmel kísérte a versünnepnek az alakulását, a fiataloknak a versmondását. Mindig volt egy-két jó szava, egy-egy értékes megfigyelésen a tehetséggondozó programmal kapcsolatban. A díj elsősorban olyan versenyzőnek ítélhető, aki határon túli költők, székesfehérvári vagy a várossal szellemi kapcsolatban álló néhai vagy kortárs alkotók versével szerepelt, vagy emlékezetes versmondásával a magyar nyelv ápolásáért, a szép tiszta beszéd értékének megőrzéséért a verseny során a legtöbbet tette.